Először a koronavírus járvány, majd az energiaárak írták át az életünk szinte minden mozzanatát, ami érthető módon érintette a városi buszközlekedést is. A városvezetés az idei évi menetrendet is kényszerűségből módosította, és arra is ígéretet tett, hogy évközben változtatni fognak. Májustól érkeznek a változások. A Rajtaújvárosnak mindig is feltett szándéka volt az, hogy a buszközlekedésnek a színvonalát segítsük. Éppen ezért 2019-ben rögtön visszaállítottuk a 13-as buszt, és tudjuk azt, hogy ezen még lehetett volna akkor is már javítani, de igyekeztünk emellett a buszállománynak a minőségét is valamilyen szinten javítani, pótolni. Éppen ezért most már minden vonalon alacsony padlós buszok közlekedhetnek, de pontosan tudhatja mindenki azt, hogy az energiaválság és a koronavírus járvány miatt kegyetlenül ellenünk dolgozott minden. Egy példát engedjenek meg, hogy mondjak, 2023-ban 1,2 milliárd forintunkba került volna a buszközlekedés, amit 2019-ben bevezettünk. 2018-ban egyébként ez 260 millió forintot jelentett, tehát az elmúlt 5 évben több mint 5-szörösére drágultak az árak. Láthatjuk, hogy ez nem is lehetett tartani, még a mostani csökkentett buszközlekedéssel is 700 millió forintot költünk az idén a buszközlekedésre. Pintér Tamás több adattal is szemléltette, hogy az önkormányzati támogatás nélkül milyen árakkal, illetve díjakkal kellett volna szembesülniük az utazóknak. Ha nem lenne az önkormányzati támogatás és az utasoknak a valódi költségeket kellett volna megfizetniük, akkor 2022-ben 1100 forintba került volna a vonaljegy. Egy felnőtt havi bérlet 23 ezer forintba került volna, míg a tanuló és nyugdíjas havi bérletért 16 ezer forintot kellett volna fizetniük az utasoknak. Ami pedig a jövőt illeti, Pintér Tamás elmondta, a módosított menetrend miatt sok megkeresést kapott. Május 1-től több olyan változtatás is lesz, ami az utas igényeket szolgálja. Ezeket hamarosan részletezik, és most csak egy fontos változást emelt ki a városvezető. Most május 1-től minden nyugdíjas és tanuló bérletnek az árát éves szinten nagyjából másfél kiló kenyér árára, tehát 1200 forintra fogjuk lecsökkenteni. A tanuló és a nyugdíjas bérlet ára május 1-től tehát évi 1200 forint lesz. Pintér Tamás elmondta még, hogy korábban ígérték a menetrend felülvizsgálatát, amelynek a részleteivel hamarosan jelentkeznek, de az már biztos, hogy a módosított menetrendben majd könnyebb lesz eljutni a Tescohoz, könnyebb lesz a béke, illetve a római városrésziek közlekedése is. Ennek részletei majd hamarosan.